Kedves nézőink, átadási ünnepség zajlott hétfőn az Ajka rendeki rovatalozónál, most az ott készült felvételeinket láthatják. Tisztelt Esperes úr, kedves hívek, tisztelt megjelentek, mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Ugye talán két hónapja volt annak, amikor az asszonyok itt körbevettek a lépcső avatásán, és fölkértek, hogy egy kis segítséget nyújtsunk a temető rendbetételére és egy előtető építésére. Hát terveztük egyébként, Esperes úrral korábban már terveztük, hogy egy ilyen dologra sor kerül, de hát ilyen gyorsan nem számítottunk, és hála Istennek sikerült teljesíteni ezt a vállalást. Külön is szeretném megköszönni Langlóf Zsoltnak és Tubó Józsefnek, a Temető Kft. Két képviselőjének, vezetőjének, és a kivitelezőnek, a Csöszi Kft. Vezetőjének, Csukárdi Balázsnak, aki sajnos most nem tudott eljönni, és hát önöknek, akik ezt a gondolatot felvetették, és figyelemmel kísérték, szorgalmazták. Itt van, elkészült, használják egészséggel. 827 ezer forint volt, közösen finanszíroztuk a Temető Kft-vel, és hát nem is tudom, még így rovatalozott nem adtam át, hogy mit szoktak ilyenkor mondani, hogy hát, hogy avatta nyugodalmas, békés legyen a szertartás, és hát a hívők megelégedésére tudjuk ezt valamennyien használni. Pákai Péter és Pék Attila képviselőtársaim naponta ide jártak, ellenőrizték. Én azt gondolom, hogy az ő szerepük ebben elévülhetetlen, és nekik is szeretném megköszönni, és Attilának át is adnám a szót. Köszönöm a figyelmüket. Független, hogy ez a temető nem az önkormányzathoz tartozik, hanem az egyházhoz, jó néhány beruházást végeztünk el. Talán emlékeznek, 2003-4 magasságában talán jó néhány fát ültettünk itt a temetőben. Talán emlékeznek arra is, hogy abban az időben még Pálkai Péter önkormányzati képviselő nem alatt futott ez a jó néhány beruházás. Elkészült befele az út, le lett aszfaltozva, elkészült ez az előttünk lévő kis térkő, akkor készült el a lélekharang, az idei ciklusban pedig folytatódott ez a beruházás a lépcsővel, illetve az előtetővel. Polgármester úrhoz hasonlóan én is jót kívánok, békés szertartást kívánok itt mindenkinek. Köszönöm szépen! Megköszönöm az egyházközség nevében polgármester úrnak, képviselő uraknak, a temető fenntartóinak, a Zsoltéknak, akik használják ezt a rovatalozót, és mindazoknak, akik tettek azért, hogy ez létrejöjjön. Megköszönöm az anyagi áldozatot, a segítséget, és mindazoknak az imáit, akik elkísértek bennünket erre a helyre, és most Isten áldását kérjük erre a helyiségre, ahol szeretteinktől búcsút veszünk. Isten áldását kérjük azokra, akikben ez a gondolat felmerült, és akik ezt a gondolatot végrehajtották és befejezték.